Ez itt a Mondd ki, ami benned van, Libres kampány. Én pedig a nagykövet. Ma este tabukról egy nagyon jó barátommal fogok beszélgetni, Kardos Horváth János szerzőtársammal, aki liberális, végtelenül művelt és okos, és nem mellékesen nagyon laza. Úgyhogy a tabukhoz pont a megfelelő partner. Kardos Horváth Trubadur János a vendégem. Szia Anna, hello! Figyelj, mi sose szoktunk így finomkodni, úgyhogy belecsaplik a lecsóba. Akkor leteszem hozzá a gitárt. Szerintem tedd le a gitárt. Menzesz. Lesz a téma. Bocsánat, hogy nem szóltam előre. Menzesz. Általában fiúk, lányok nem szoktak menzeszről beszélgetni. Kezdjük ott. Hogyha ezt a szót meghallod, vagy kezdjük ott, hogy amikor először meghallottad. Menstruáció, menzesz, vérzés. Mi volt? Ijesztő volt nagyon, mert suliba volt, általános isibe, és akkor elvitték a lányokat külön osztályfőnöki órára, és mi annyira, hogy most itt komoly témáról lesz szó, és a fiúk ezt nem hallhatják. Egyrészt mi pasik nagyon össze voltunk tartva, hogy a lányok elleni volt egy ilyen harc, és akkor kicsit megsértődtünk, hogy a lányok valami most akkor jobbak, vagy nem többet tudnak minket, miért nem vissza. Így találkoztam el először. És kiderült, hogy mi volt ott a beszédtéma? Nem nagyon, azt mondták, hogy ilyen szexuális felvilágosítás. És ebből kimaradtatok, az meg még rosszabb volt. És ilyen volt, és aztán volt egy ilyen biológia óra, ahol ezt ilyen prűd biológia tanárnéni valahogy ezt így felvetette, de az lett mindig végig, majd ezt mindenki az anyukájával szépen megbeszél. Tehát, hogy kicsit kialakult bennem is egy ilyen félsz, hogy egy ilyen, hogy erről így nem érik annyira beszélni. Egy gyors kérdés. Ha egy virágot kéne elképzelned, mert hogy egy picikét vigyük a szép felé a menzesz témát. Ha virágot kéne elképzelned, akkor milyen virág lenne a menzesz? Jó, hogy ezt mondod, hogy virág, mert szerintem is ez egy virág. Tehát mindenképp mindegy, hogy milyen virág. Nekem tök mindegy, hogy milyen virág. Talán olyan értelemben, hogy ilyenkor a lányok, nők, hölgyek egy picit megvannak azért borulva, átalakulnak az érzelmeik az arra 7-10 napra. Én valamiféle fehér zászlót, valami fehér virágot tennék be. Vannak olyan kultúrák, Észak-Amerikában, indián kultúrák, ahol például ilyen időszakban a hölgyeknek külön sátraik vannak. Mert ők annyira azt mondják, hogy ez az időszak gyakorlatilag maga az élet élése, hiszen tényleg akkor érik meg a nőkben ott a világ, és hogy akkor ezzel a férfiaknak, akik vadásznak, káromkodnak, vadak, minden, ezzel nem szabad érintkezniük. Akkor neked ez tisztaság és élet? Nekem ez egy nagyon óvni való tisztaság és élet, igen. Bárcsak mindenki így gondolja. Akkor az viszont kaktuszvirág szerintem, mert a kaktusz, van olyan kaktusz, aminek hatalmas fehér virága van, és ez milyen csodás, hogy az olyan... Oda szúrós. Hát a nők azért szúrósak is tudnak lenni. Igen. Általában nők úgy csinálnak, mint hogy ez egy ilyen titkolandó dolog lenne, és van ilyen titkos kód nő és nő között, amikor, tudom én, szeretnének betétet kérni a másiktól, vagy jelzik, hogy éppen piros napok, azok a napok, megvan neked, tehát hogy milyen kifejezéseket tudsz te, vagy szoktatok használni, vagy szoktatok volt használni barátnőddel. Fia drágám, most megvan. Igen. Most megjött. Most egy kicsit ilyen hagyjál békén időszakon van. Aha. Azokon a napokon ez valami reklámból jött be, és ebből nagy szállógia is lett a 90-es években, hogy azokon a napokon pont, igen. De az tök érdekes, hogy azért ez még mind a mai napig egy ilyen titokövezi. Szerintem ez azért van, mert nagyon ilyen férfi alapú társadalom, férfi világ van, és akkor azok a szabályok legyen érvényesek, hogy akkor mindig fitti legyél, meg mindig tudd a tempót, meg mindig bírál. Pedig egy ilyen időszakban, amikor gyakorlatilag az élet lehetőség alakul ki a nőknek a pocakjában, akkor azért sokkal nagyobb energia, mint az, hogy amit a férfiak általában képviselnek. Tehát az a nőknek az egy ilyen tök nagy fizikai megterhelés, akkor simán a pasiknak vissza kéne vonulni, és így békén adni őket, úgyhogy
fizetett szabadságot a nőknek akkor. De hogy igen. De legyen ez kompenzálva valahol, tehát hogy a pasiknak is akkor kellene lenni napok. Én azt szoktam mondani, hogy én lelkileg szoktam. Nektek is kell azok a napok. Igen, én lelkileg szoktam menstruálni, nekem is ne így összegyűlnek a dolgok, és akkor így azt érzem, hogy így átfolyik rajtam egy csomó minden, hogy akkor ilyen bénycsbe akarok zárkozni. Havonta vérzik a lelked? Ilyen 8-10 hetente, igen. Janu for president. Oké, szex és menzesz. Nagyon kényes téma, ennél tabum nincs az menzesz témában. Ezt igazából nekem nagyon furi. Uh-huh. Nekem nagyon furi, de volt már olyan kapcsolatom, aki elzárkozott, tehát ne vicce, ilyenkor nem lehet. Tehát, hogy ez, én eleve nem is közeledek olyankor, nem azért, mert félek ettől a témától, vagy hogy vér, vagy ilyesmi, hanem azért, mert tudom, hogy ilyenkor ott azok olyan óvatosan alakulnak a dolgok, és ez túlságosan érzékeny az terület, meg kisebb mondja is nagyobb annál a nőknek, csajoknak, hogy most ezzel foglalkozzanak. De volt olyan partnerem, aki azt mondta, hogy így persze is semmi, de sőt, ezt nagyon szereti, mert ilyenkor pont az érzékenység miatt ez így jó. Uh-huh. Volt olyan is, aki nyilván azt mondta, hogy nem, most nem szabad, és szerintem mindeniket így tiszteletbe tartanak. Azért mindenképpen látni kell a pasiknak, hogy az egy más időszak, és nem szabad, hogy akkor is ugyanúgy menjenek a dolgok. Egyébként csak egy gyakori szexes, szóval szerintem a mindennapi szex az ilyen 25-ig oké, utána inkább egy ilyen energiáról szóljon a dolog. Nekem például a kínai asztrológia szerint én 35 fölötti férfi vagyok, 14 naponta szabad szexen, nem is elengedni a magamat. Igen. Sőt, maga megtárta. Ezek mind tabu témák. A szex, mert nagyjából úgy néz ki a társadalom, hogy aki nem erős, aki nem túlélő, aki keveset szexel, az valahogy ilyen tajgetosz selejt. De merjünk már arról is beszélni, hogy igenis változnak az igények, ahogy megnőünk, ahogy bennő a fejünk, lány, stb. És nem biztos, hogy az a vehemencia, ami 20 éves korunkban van, az van 40 éves korunkban, és nem biztos, hogy ugyanaz a minőség van 20 éves korunkban, mint 40 éves korunkban, és az általában reciprok. Bizony. És ráadásul egy kapcsolaton belül is vannak, évszakokon belül is vannak, télen jobban bújós az ember, nyáron meg jobban csapongó az ember. Igen. Nem? Hogy erről is lehetne azért diskurzus. Igen. Ami nagyon jó szerintem abban, hogy így kivársz a szexszel, például erre jó egy ilyen 8-10 nap, amíg a hölgyek így visszavonulnak, hogy utána sokkal nagyobb élvezet tud lenni újra, tehát egy kicsit újra megismered a másikat, és akkor így azt szerintem ez egy jók a kivárások, sokkal izgalmasabb. Tapasztalatok barátnőkkel, nőkkel, hangulatváltozástól én. Mi volt a legbékésebb, amikor észre se vetted, valami történik, és mi volt a legdurvább, mert azért vannak olyan nők, akik elképesztő metamorfózison mennek keresztül, amikor menzeszük van. Én magam is egy elég érzékeny, szenzitív pasi vagyok, és ezt mindig levágom. Tehát nekem az orrom is nagyon nagy, és nagyon jó is, és tényleg a szórakozóhelyeken, a villamos megállva, bárhol emberek között én levágom, hogy itt most van 5 méteres közöttem. Tényleg? Olyan, hát ennek van illata, persze. Aha. Ennek van egy illata, valószínűleg a hormonok is a hölgyekben akkor egész mások, és ez így kicsapódik bennük. Különböző reakciókat, ez csúnya szó, szóval, hogy máshogy élték meg a barátaim, a kapcsolataim, és volt, akin láttam, hogy na ez most megindult, és akkor ilyen elesettebb. Uh-huh. És akkor úgy kicsit, akkor mindig jön az egy migrén, és akkor tényleg az a kuckózás van. Volt olyan is, aki észre se vettem. És simán lenyomja. Uh-huh. Azért férfiként örülsz, hogy ez kimarad az életedből? Tehát úgy nyilván ez egy ilyen csomag. Tehát a menzesz, a gyermek nem szülés, stb. Az anyuka lét, ez egy ilyen package. Te apukaként, jó apukaként azért átéled a felét. De hogy vállalkoznál, mondjuk azt mondanál neked, hogy következő élet, nő, menzesz, gyerek szülés. Igen, vállalkoznék, de valahogy úgy szeretném ezt csinálni, hogy közben a tájékozódási képességem is megmaradjon. mert figyelj, ez egy evolúciós lenyomat, hogy azért tudnak a pasik jól tájékozódni, igen, és direkt nem azt mondom, hogy a hölgyek nem, mert hogy annak idején, mint amikor menjünk vissza a 8000 évet, hogy a hölgyekben
megtörténik az élet. Ő nekik nem kell menni sehova, mert ahol vannak a csajok, ott van az élet a kis hasukba. És ezért az evolúció úgy alakult, hogy a pasiknak kell tudni ide-oda menni, menni a csajok után, hogyha fenn akarnak maradni és szaporodni akarnak. Úgyhogy én úgy szeretnék menstruálni, igen, hogy azért tudja... Hazataláljál! Igen, igen, értem. Ja, ide szépen kimagyaráztad a szőkenős viccegnek a fejét, hallod? Látnád a passzusítárosunkat? Ő telibe férfi, sehol nem talál el. Toj-toj-toj-toj WC között eltéved. Vannak sztereotípiek. Jó. Barátnőd megkér, hogy ugorjál le a boltba és vegyél neki betétet. Mennyire ciki? Pénztárnál. Dehogyis. Minden további nélkül. Hát az elején volt, mint én, amikor az első ilyeneket csináltam, akkor az egy pici furi volt, de... De nekem volt olyan barátom is, akinek vizet megtartási problémái voltak, és pelust használt bizonyos alkalmakkor, és az egy kicsit így furi volt, hogy akkor felnőtt pelussé kellett menni a gyógyszertára, de hogy az, tehát ez neked furi, hogy most te miért veszel, miért van ilyen a kezed, de hát annyi fülyeség van, meg annyi tabu van a világban, hogy ezeket simán senkinek semmi köze. Ha árulják, meg lehet venni, nem kell vényre venni, úgyhogy én veszek. Veszek ilyeneket, viszont minden további nélkül. Mit mondanál tabunak, ami éppen csak így horsolja a tabuságot? Mondjuk csokolózás az utcán, hát azért ez ilyen elég light. Na ez nekem már azért tabu, mert nem tudom annyira átélni a csokolózás az utcán, mert hogy az így rám tartozik meg a partneremre. És nem akarom, hogy tudáljanak mellettem, meg köpködjenek mellettem mindent, tehát hogy én meg akarom tisztelni annyira a helyzetet, hogy végre tudok vele csókolózni, meg hogy annyira szeretem, hogy minden testrészével akarok érkezni, hogy azt így nem az utcán csinálom. Uh-huh. Voltam én is fiatal, éjszakai buszon borozó, meg mulatozó ember, és én is csókolóztam végig. Ma már ezeket nyilván nem tenném meg. Uh-huh. Nem is szólok a fiataloknak, hogy mit csináltok már, majd rájönnek, de nem itt nagy hát igen. Szóval ez puri. Én azt ilyen diszkrétebben kezelem most már. Tehát a szexualitás, mondjuk általában érkezik a csóktól, vagy az érintéstől, kézfogástól, egészen, hát ugye a szexualitás csimboraszoljáig. De neked már az elején a csók az már otthon. Azon nagyon örültem, amikor a Halott pénznek volt egy ilyen szövege, hogy a szexben a legjobb az ölelés. Szóval hogy ennyire ilyen 14 éves gyerekeknek írni szöveget, ez ilyen nagyon teli találat volt. De az a helyzet, hogy van benne igazság. Az a helyzet, hogy van benne igazság, úgyhogy ezt elismerem, hogy a szexben mi a legjobb. Valószínűleg nem a magamlés a legjobb, bár általában a pasik azt mondják, hogy de azért akkor hát azért élveztem. De aláig el kell jutni. Tehát, hogy érted, lehet 2 perc alatt is elévezni, szerintem meg az is lehet, hogy így húzod a másikat, és 8 órán keresztül már majdnem el, meg majdnem el, és visszatart, és akkor az egy ilyen kiszolgáltatott állapot, hogy odaadod az egész felügyeletedet, a kontrollodat a másik embernek. Ehhez hatalmas bizalom kell, vagy nagyon vastag pénztárca, mert általában az van, hogy a pasiknak a fejébe összegyűjt egy csomó stressz. A kötelező biztosítás, a lakása, mindent, tehát egy csomó mindent fölöslegesen visznek a hátukon, és hogy mire eljutnának oda, hogy szex, akkor szerintem ott a pasik nagy része így azt szeretném, hogy ilyen magzat pózva egy picit így tudjon végre megnyugodni. Uh-huh. És tök sokszor van olyan, hogy hatalmas üzletemberek, meg ilyen politikusok, meg világvezetők elmennek ilyen szadomazó klubokba, és hogy így csináltok vele, amit akartok, és hogy legyek lekötözve, és hogy hozzám seresen tehát hogy ilyen pont az ellenkező, amit kifele mutat a világ, hogy a mekkora csávó, pont azt valahonnan vissza kell kapni ezt az energiát, és aztán sok esetben ilyen titkos szexklubokba kapják meg. Csincsillapázása hozzá képes a Tomaszó. Oké, én vagyok a lányod, és már kellő idős vagyok ahhoz, hogy megkérdezem tőled, hogy apa, nem tudom mi az a szex, hogy kell jól csinálni, egyáltalán mi az, most láttam nagyon furcsa videókat a YouTube-on, mit higgyek el, vagy múltkor bekapcsoltam a tévét, és ott is nagyon furcsa dolgokat csináltak a nénik, bácsik, hogy egyáltalán most van itt ez a kisfiú, akinek tetszem, hogy mit engedjek neki, vagy mi a jó, vagy mi az, hogy szex, apa, mondjuk évek a lányok. Hát akkor rögtön mondanám, hogy nem kisfiú, mert általában a tini lányok azok 5-6 éve idősebb pasikat néznek ki. Tehát, hogy valahogy ez van, én azt nagyon utáltam, hogy nekem nagyon tetszett mondjuk 16 évesen egy osztálytársnőm, és közben szembe röhögött, hogy mit akarsz, érted, mert egy 16 éves lány egy 22 éves pasival akar járni.
És ez ott jön vissza a pasitnál egyébként, hogy én még 60 évesen is még aktív leszek, és akkor még lehetnék 30 éves csajom. Tehát, hogy ezt így elrendezte a sors. Azt mondanám a lányomnak, hogy kérdezz. Aha. Tehát, hogy így valami olyasmit mondanák, hogyha van köztetek szeretet, meg így szeretsz vele lenni, meg szereted valamilyen furi dolog miatt más is szereted megfogni a kezét, mint az enyémet, vagy mint anyáit, vagy mint a tesóit, akkor beszélj vele minél többet erről, próbáltok meg beszélni, vagy így elmehetünk így hárman is valahova, és akkor lehet beszélni. Tehát, hogy én valahogy a bizalmat erősíteném a lányomban, meg a gyerekekben, hogy ezeket nyugodtan lehessen megkérdezni. Annál szarabb nincs, amikor így a gyereknek magának kell kitalálni. Oké, hogy most a YouTube-on, meg a Pornhub-on, meg mit tudom, fel vannak már, oké, hogy az interneten már egy csomó minden elérhető, de pont ez a hülye elmagányosodásnak is az egyik izéje, összetétel, fő összetevője, hogy így no kommunikáció már szülő meg gyerek között, hanem beteszünk neki mesét, beteszünk neki szexuális felületet, akkor mi? Akkor ennyire egy zsákba is megszületetne az a gyerek, aztán fölnevel egy robot. Tehát itt pont ez a tudásátadás, szerintem az a fontos, hogy valami hiteles tapasztalatot. Ha meg makovok, ha meg azt kérdezné, hogy belekérdez, hogy hogyan kell a szüzességét. Én például soha nem vesztettem el senkinek a szüzességét, vagy ezt meg mondják. Én még nem vettem el senkinek a szüzességét. Hogy abban én, de most kit kérdezzek meg, hogy ezt hogy kell, nyilván most már valahogy tudom, de az is biztos, hogy a gyerekek nagyon szeretnek egymásra licitálni, szóval óriási verseny van a kölyköknél, és hogy abba bele tudnak esni szintén a hibába, hogy így akkor már nem meri megkérdezni ott sem, mert van egy ilyen hierarchiába elfoglalt szerepe, mondjuk az osztályba, és akkor ciki, hogy ő ezt még nem tudja. És akkor csak ilyen szerepeket kezdenek el játszani, legjobb mint erre, amerikai szépség, hogy a 50 éves családapa beleszeret a lányának az osztálytárs nőjébe, aki ilyen nagyon úgy előadja magát a kis csaj, hogy ő pompon girl, meg ilyen, meg olyan, és így fűzi is az öreget, és akkor az öreg meg ilyen lelki esik pszichózisba, az egész családát elhagyja, felégeti az egész múltját, és akkor végre szint van a lánynak, és a lány meg sírva fakad, hogy ő igazából soha nem csókolozott, és soha nem fogta meg senki kezét, és nem tudja, hogy akkor most mi legyen. A női idollok, amiket így kommunikálnak felénk a filmek, meg a reklámok, az így egyre kisebb, egyre kisebb nő. Hol van már a Sophia Loren, aki egy 35 pluszos díva volt? Most már szerintem a rajzfilmeket is úgy csinálják meg, például mi volt ez, Jégvarázs, hogy azok a kislányok ekkora szemmel, az apukák is nézik, és szerintem így tökre tetszenek nekik, meg bejönnek nekik. Tehát nagyon durván alakítja a piac is, meg a marketing is azt, hogy így egyszerre a papának is bejön. Én már láttam olyan animációt, hogy a Jégvarázs van, érted, BDSM-be animációban. Aha. Nagyon komoly. Hány éves kortól ajánlád fiúnak, lánynak? Szexuális. Ez meg annyira embertípus függő. Mert van olyan lány, aki 12-13, és mondjuk egy ilyen mediterrán típusú lány, vagy a romák, ők ilyen 12-13 évesen tökre kész anyukák. De ez a keresztény kultúrában is így volt, ugye Szent Margit élt összesen 24 évig, volt 8 gyereke, mert 12 évesen már férhez ment valami a bajor királyhoz. És tehát, hogy igazából Ez tökre emberfüggő. Én nem mondanám azt, hogy gyerekek 16 éves korig el kell veszteni a szüzességet, és azt sem mondanám, hogy minél előbb veszítsétek el, hanem ezt valahogy így meg kell tudni. Tehát nem tudod mindig fogni a gyereket kezét. Tehát, hogy addig tudsz bele energiát meg inputot tenni, amíg így kicsi, tehát ez tök durva, ilyen 6-7 éves korig tudod teletömni jó gondolatokkal, onnantól kezdve, hogy bemegy a közösségekbe, óvja meg iskolába, onnantól nagyon kevés látása van a szülőnek. Úgyhogy hogy hány éves korba kell elveszteni, nem tudom. De én például 20 éves korom fölött vesztettem el a szüzességemet, rengeteget izgultam, hogy ez lehet-e, meg hogy ez nem baj-e, egyáltalán nem érdekeltek a lányok. És akkor egyszer csak jött egy kattanás, csak egyszer kezdtek érdekelni, és akkor... És azóta érdekel. És azóta érdekelgetni. Behoztad a dolgát. Jó, durvább téma. Abortusz. Indokolt,
keresztény egyház hozzáállása, tiltás, mikor indokod, mikor érzed úgy, hogy saját utána fájdalom nélkül ezt át végig lehet vinni. Saját tapasztalattal szeretném levinni a dolgot, tehát hogy az én általánosításokban mindig van egy ilyen megúszós dolog, de hogyha úgy veszed, hogy az én lányomat megerőszakolja valaki, hazafele jövet, azt a gyereket én nem akarnám megtartani, és a lányomnak is azt mondom, hogy ezt így ne. Tehát ilyen erőszakból szerintem azt legyen benne a joga annak, hogy ezt így nem akarja megtartani. Egyébként nagyon-nagyon mélyre megy a kérdés, ne legyenek már szexuális aktusok, meg játékok, meg egyészakás kalandok erre kihegyezve, hogy most megszületik-e egy kisbaba, vagy nem születik meg egy kisbaba. Tehát, hogy ez hatalmas felelősség, és a fasik ezt általában rákenik a nőkre, hogy azért old meg, hogy itt egy 20-as, 40-es, vegy egy tablettát, vagy majd akkor kapartasd ki, annyira undorító. Szóval, és főleg, ha úgy nézed, hogy kiszélesített, hogy nagyon sok ember meg küzd, párok küzdenek lombikkal, és nem sikerül, és minden, és van, aki meg csak úgy elkapartatja. Valahogy ezt nem tudom, hogy most talán az lenni, hogy akkor mindenki szülje meg, és akkor utána adják oda olyanoknak, akik meg epetve várnak már kisbabákra. Az is lehet egy jó megoldás. Én törvényileg én ezt nem hoznám be, hogy tilos abortuszt csinálni, vagyis elvégezni. Úgy is lesz. Tehát az volt régen, úgy hívták, hogy angyal csinálás. Ez egy ilyen gyömörös szörúzó szó. Igen, angyalgyár. Angyalgyár. Ez egy nagyon szörúzó szó. Eltűnt a világból a vérnek a színe. Tehát az, hogy miért kell azt eltitkolni, és miért kékkel hirdetik, hogy kék folyadékot öntenek rá a reklámban a betét. Miért? Mert hogy a vér, hát mindenkinek vér van a erejében, jó eséllyel még, szóval nem kékvérek vagyunk. Szóval az égnek, igen. Az a nyugati társadalom eltolja magától ezt, mint hogyha nem is lenne közünk a testünkhöz, meg a vérünkhöz, meg a ronda, büdös, hosszú bélrendszerünkhöz, pedig ez ugyanúgy benne van, érted, és ettől működik az egész, hogy ez a prűdséghez, meg szinte az aberrációkhoz ugyanúgy, hogy hozzátartik ezt, hogy titkolunk mindent. Mert hogy a kulturális, meg a humanizmus, meg a mit tudom, milyen fennhélyes szózatok miatt, hogy így, ezt így eltávítjuk magunktól. Több beszélgetés, több Janót a világnak. Janukám, utolsó kérdés. Nő. Lila, rózsaszín, zöld, örökké, változatos, titokzatos, anyukás, nagymamás, kislányos, szeretettet teremteni, szeretetet adni és kapni tudó. Fél egész. Segítsetek nekünk ledönteni a tabukat. Szavazzatok a tabutérkép.hu oldalon. Köszönjük szépen!